Másik faszolom. Azaz. Most ilyen interjúsra fogtuk a dolgot. Igen. Igen, ettől féltem. Szevasztok, srácok, én Jared Dines vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Temérdek dolog történt azóta, amióta nem jelentkeztünk, és ebből a temérdekből a tetemes része egyébként koncertbejelentés. Igen. És az a jó, hogy most már nem az idei naptárunkat töltik a koncertszervezők, hanem a jövő évit. Hát az ideit már nehéz is lenne, elég limitált az időkeret, amit még ki lehet tölteni ebből az évből. Hát igen, igen. De lassan a február egyébként pont úgy néz ki, mint a most november. Igen. Azt se tudom, hova kapjak és hova menjünk. Lépni nem lehet majd Pesten, mert minden, tehát mindenhol koncertbe akad majd az ember. Így van, és a február ugyanez, ugyanis 20. február 22-ére bejelentettek egy CrossFit bulit. Has come to life. Igen, a Dürrerben. Dürrer, igen. Réparatek magyarró Dürrer kert. Metalcore party. A crossfit-te. Szóval... logopédus perceinket hallották, köszönjük szépen! Igen, már korábban írtam, hogy 17 logopédus foglalkozik velem, heti 16 alkalommal egyszerre, úgyhogy egyszer előbb-utóbb meg lesz a látszatja. És már mindegyik vagy racsol, vagy sejpít, vagy igen, hadar. Igen, igen. Na szóval, tavaly voltam egyébként én a Dürerbe egy CrossFit Ginger 2-sön. Az olyan este volt, ami ennek hangzik egyébként. Nem, tavaly előtt volt, mert akkor még nem fülelőztünk, mert akkor lenne róla bármi. Igen. De tavaly előtt akkor, és az olyan este volt, úgyhogy sajnos most ugye kettő, külön jön a két banda, úgyhogy most két estét kell végig táncolni. Te szegény. Jaj, igen, én szegény. A CrossFit mindig jó élőben. Tehát, hogy ha a lemezeik nem is olyan minőségbe jönnek, mint amilyenbe kellene, mert mindig próbálkoznak a srácok, és mindig félre sikerül. Tehát, hogy egy fél jó, a másik fele az meg hanyagolható, és ezért jó, ezért volt jó annó, mikor EP-t csináltak, mert akkor 6 számból 6 úgy ledarált, mint az állat, és nem kellett a maradék 6-ot végig szenvedni. Viszont koncerten meg ugye csak a jó dalokat veszik elő, tehát Jägerbomb, Omen, Monolith, nem tudom, az új lemezekről is, amik lesznek, úgyhogy én baromira várom, és arra én mindenképp szeretnék elmenni, úgyhogy ott találkozunk. Ott talán. Azért, ha a februárt emlegettük, akkor a március se lesz piskóta. Mindjárt most 3 bejelentéssel ki... Nem tudom, mindegy, 3 bejelentéssel készül. Igen. 8-5. Tehát már március is kezd tömve lenni. A márciusi dömping már az eddig bejelentetteken kívül, mostani márciusi dömping első része egy sportarénás Papa Roach Hollywood Undead buli március 4-én. Azért az megint a hújújújú kategória. Igen. Igen, megint az, hogy a rapposok meg a metálosok összecsapnak. Igen, igen. Hát Jacobiék új lemezétől finoman szólva sem voltunk elájulva, ugye az most idén évelején jelent meg. De élőben még mindig basznak, mint Rocco Siffredi, úgyhogy... Mi van? Azért az hasonlat. Hát de tényleg. Azért az hasonlat. Élőben még tudnak. Bár azért, hogyha előszednék azt a Last Resort kezdést, amit az egyik gitárcenteres dramofon előhúztak, amikor ugye Tony Palermo elkezdett irgalmatlan thrash metal cséplést véghez vinni a nyitó riffre. Cut my life into pieces. Suffocation, now breathing. Don't give a fuck if I cut my arm. Into pieces. I reach for last resort. Suffocation, no breathing.
Hát nekem az a paparocs hú pillanata, máig egyébként. Igen. De ez a párosítás, ez erősnek ígérkezik, finoman szólva is. Így van. Hát ugye a Hollywood Undead az bitcoin 2-3 évvel ezelőtt, mikor itt volt, akkor azért majdnem plafonra baszták a Budapest parkot. Akkor utána tavaly voltak, évelején, akkor megcsináltak egy dupla akváriumot, és azt hiszem mind a kettő majdnem teli volt. Hát igen, úgyhogy Magyarországon van kultusza szerintem a Hollywood Undeadnek, és amennyire szkeptikusan mentem el egyébként az első koncertemre tőlük, most annyira várom őket. Mert engem a Five című lemez az nagyon megvett, tehát hiába mondja mindenki, hogy szar volt, nem volt szar, szerintem nem volt szar, és élőben meg aztán végképp zseniális, amit művelnek a srácok, tehát az a vetésforgó, amit a hangszerek ellen művelnek, ez senki más nem csinál ilyet a színtéren, és egyszerűen jó nézni, hogy tényleg így dobálják egymásnak a hangszereket, és mindenki játszik mindenen. Nagyon jó, egyszerűen nagyon jó. Mint annó a Dreambe, amikor a Portnoy játék közben a legdurvább tört ütemek közepette, elkezdte dobálni a dobverőt a John Petrucci technikusának, az meg vissza. Portnoy játszott bal kézzel, jobban elkapta, visszaváltott, eldobta, bal kézzel játszott, és így én meg néztem, 2007 Pecsa Szabadtér, én meg így néztem, hogy mi a fasz. Egyébként, igen, ha már kis adalék portnoizmus, azt vágott, hogy miért volt plexifallal védve a Petruccinak az erősítője. Hogy ne dobálja meg a Portnoy? Nem, hát mert a Portnoy az lábaszeme. Ja, köt folyamatosan. Ja, szana szét volt csúlva minden koncerten a flexifal. Adalék, storytime zárójel bezárva. Gyönyörű, egyszerűen gyönyörű. Csak így a hangszer dobálgatásra jutott eszembe, hogy... De és végre egy arénás buli, ami nem 80 ezer lesz a igen, vége, igen. Hanem 14. 14-ben megáll a jelek szerint a kiemelt álló, ami azért mostani paparocsért erősnek érzem, ha csak a 2004 előtt vagy 6 előtti dalokat játsznak, akkor reális, de mai szintéren ez is így is reális. Így tehát van. Egy paparocs kaliberű bandot ennyiért kell játszani. Nem érzem túlkapásnak. Megfigyelj, ha még jön egy előzenekar, esetleg kettő. Igen, és igen. Egy ilyen kisebb fesztivált csinálnak az egészből, akkor én azt mondom, hogy na. De meg hát főleg, hogy a Handed lesz ott a végén. Így van. Illetve másik társult headliner lényegében. Igen, tehát így ez a csomag, ez megéri a 14-et, azt mondom. Úgyhogy, és ez a kiemelt álló, a sima naturál jegyek azok még olcsóbbak, úgyhogy... Így van. Valószínűleg hamar el fogják kapkodni, bár egy aréna... Bár egy Slipknot System, Parkway Drive, nem tudom, Dream, nem tudom, kik jönnek még az arénába, és ez mind csak a jövő év első fele, tehát hogy így nem biztos, hogy marad még pénz. Igen. Hát de szokjuk meg. Így van. Ha minőségi gitárzenéről van szó, akkor Carlos Santana neve megkerülhetetlen már a 60-as évek vége óta. Mert hát ugye 50 éves lett a debütáló, azt hiszem debütáló, de most nem vagyok biztos, na mindegy. Tehát 50 éves az Abraxas lemez, és 20 éves az a Supernatural, amin a talán a legnagyobb slágere van rajta a Smooth képében, ami az ugye a Matchbox 20-ből Rob Thomas szolgáltatja a vokát. És hát ez remek apropót szolgáltat Károly bácsinak, hogy ellátogasson Budapestre is. Március 19-én lesz a buli a Sportarénában, és azért azt hozzáteszünk, hogy neki még idén megjelent egy friss lemeze is, amiről ugyancsak játszani fog majd. Tehát nekem meg a Supernatural a kedvenc Santana lemezem nyilván. Hát ez is egy... Aki bírja a gitárt, az... Hát az mennyi? Így van. Tehát ha Ricsi Kocentől padloztuk az állunkat, akkor valószínűleg Santanától eldobnánk az agyunkat, ha lehetnénk élőbe. Bárcsak ezért is megérni egyébként, meglátjuk, mire jutunk vele. Igen, hát nem biztos, mert ez is ugye Sportaréna. Mi más? Az előbb említettük, hogy kik jönnek az év elején a Sportarénába, Santana is felkerült a listára. Így van. Meg hát ez is dömping, mint az állat. Ja. Tényleg, ilyen időszakokat... De örüljünk neki, mert... Persze. Térképen van Magyarország, ugye hát amikor a 2000-es évek elején remegni kellett azért, hogy eljusson hozzánk valamire való külföldi csapat, persze. Most már tényleg két naponta jönnek. Igen. Azért igen, ez döbbenet. Jó, csak egy tudod, hogy hol van a lónak a túlfele. Hát ahol leesen. Na, hát ez az. Amikor már nem tudsz annyit
spórolni, nem tudsz annyit menni, nem tudsz annyi szabit kivenni, nem tudsz annyi mindent csinálni, akkor az már túlfele, nem? Hát figyelj, mint a taxi 3 vagy 5 perc, kevés a teljes rendrakáshoz, akkor szelektálj. Tehát ez ugyanaz a kategória, igenis, a dömpingben meg kell választani, hogy mire mész, mire szórod ki a nehezen megszerzett hufodat, mert tényleg annyian jönnek, hogy így nem lehet volna lépést tartani. De ez jó dolog egyfelől, másfelől, meg tényleg dösd el, hogy milyen az. Nehéz, ja. Nehéz. Például március 19-én Santanára. Igen. És akkor még mindig a március 25-e Barbanegra track. Mi? Ja nem, Simanegra, bocs, Simanegra, bocs, elnézést kérek. Nincs bocsánat, de foghatod a szádat. Na szóval, Sima Barbanegra március 25, ha már Portnoyt említettük az előbb, akkor most ismét előcitálom a kékszakálló mestert, mert a Sons of Apollo nevű zenekarával kiadják januárban a második lemezt Goodbye Divinity címmel, vagy Divinity, vagy Divinity, nem tudom. A Divinity, Divinity, igen, igen. Szóval ezzel a címmel, és újabb prog eposzokra kell számítani, a záródal az megint egy ilyen jól az a 17 perc, bazd meg. Igen. Voltak megint a stúdióban, nagyon örvendetes, és erről Budapest is megbizonyosodhat, hogy nemrégiben adták ki a Plovdivban, Bulgáriában szimfonikusokkal felvett koncertlemezüket. Az igen. Koncert DVD, koncertle, minden, ami kell, és aki látta és tetszett, amit ott látott, az semmiképpen se hagyja ki a negrás bulit, mert hát Portnoy azért Portnoy. A dupla gyakú gitáros Ron Tál az mindig varázsol. És hát Jeff Scott Soto, bazd meg. Tehát erről mit kell mondani? Semmit. Igen, tehát ez egy klasszik supergroup, klasszik prog supergroup, és mindenképpen menni kéne erre is. Az ilyen ott a helyünk kell, már vigyázzunk, mert tényleg ott lenne, csak nem biztos, hogy eljutunk. Nem ott a helyünk. Csak ott is leszünk-e, az egy másik. Igen, ott a helyünk, csak olyan, mint a színház, vagy késve mész, elfoglalják. Ja, hát ez ilyen. Igen. Gyere, cicám, két buzi miatt nem rendezem át a termet. Na jó, ne! When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Volt két hatalmas visszatérés bejelentés. Igen. Az elmúlt napokban. Ugye tinikorom emocionális önkielégítéseket végző önmagához szóló óda a My Chemical Romance tér vissza. És hát ez körülbelül egyébként olyan, nem is tudom, hogyha, de nekem egy kicsit, minthogyha egy, nem tudom, Bon Scott így visszatérne egy koncertre, vagy nem tudom, tehát hogy tényleg, én annyira bírtam régen a Black Parade-es albumot, hogy azt, én is, azt a kurva életbe. És most, hogy így bejelentették, hogy egyelőre egy koncertre térnek vissza. Tudjuk, hogy szokott ez végződni. De hát ugye a System is csak pár koncertre tért vissza 2011-ben, aztán azóta is megy. Most a minőséget, azt engedjük akartam el. Akartam mondani, igen, de én már nem szólok erről semmit, mert... És elővettem a Black Parade-et, és így végigpörgettem, és hát majdnem sírtam, hogy te úristen, az faltól falig egy mekkora lemez. De tényleg nem nagyon tudok még egyet mondani az évezred forduló után, ami tényleg elejétől az utolsó másodpercig ennyire imádnék. Uh-huh. És... nem nagyon hagytak egyébként a sokáig rágódni ezen, mert hogy két napra rá meg bejelentették... Várjál, bontok egy hely nekem, várjál. Ja nem, nincs hely nekem, de érted a boros csillagnél, tudod. De szép, majd bevágom a Gánti elájhoz. Szóval... Lenin mauzó, nem. Na jó, nem, tényleg. Lelinoleumozása. Lenin mauzó, lelinoleumozása, szét gyönyörű. Szóval, hogy két napra rá meg bejelentették, hogy a Rage Against the Machine is visszatér. Nyugati Tócsa. Ami meg szintén egy egészen nagy horderejű hír, mert hogy ők ugye 2011-ben az úgy tűnt, hogy akkor az ott annyi volt. Igen, igen. És hogy a De La Rocha nem fog visszatérni. És de! Hát de. Volt az a pénz, gondolom. Ugye van az a pénz, meg hát ugye jönnek a választások jövőre Amerikába, és hát ugye mondják, hogy azért itt van mi ellenlázadni.
le kell gyűrni a gonosz imperialistákat, bassz. Ezt így zárójelbe. Meg hát 5 bulit már be is jelentettek március-áprilisban, de állítólag, és ez már így a pletyi szint, állítólag nagyobb mozgolódás is igen. lesz. Új lemezt még nyilván nem jelentettek be, de azért azt az nem lenne olyan rossz. Igen, igen. Kérdés egyébként, hogy mi lesz így a Prophets of Rage-el, ahol, na, hát ahol, igen. ahol két rapperrel együtt, vagy hip-hopperrel együtt működve jövőre kellett volna egy új lemezt kihozni. Nem tudjuk, mi lesz így azzal, hát... de egyébként nekem a rat, és most ide lehet lőni, ide a koponyás vasvillás logónkba, nekem az mindig a túlértékelt zenekar prototípusa volt. Egy kicsit egyébként egyetértek, viszont azt meg így zárójelbe hozzátenném, hogy a Prophets of Rage meg se közelítette. Persze, hát nyilvánvaló. Én azt sokkal túlértékeltebbnek tartom, mint magát a Ratmot. Igen, egyébként, de azért a Prophets of Rage miatt is számítani lehetett a Ratmó alakulásra, mert hát nem kérdés, melyikben van a... Hát, mint nyilván, persze. És most, már az sincsen, hogy adjunk ki esetleg egy új sound, nem, mi ez? Audio Slave korongot, amit... Hát, az már nincs. Szegény Cornell már ugye a halála nem teszi lehetővé, hogy... Egyébként a Soundgarden is jó irány. Igen, volt, igen, igen, az csak azok nem ezek a zenészek, tehát azért, igen, igen. Na, mindegy, egy kis képzavar volt, nézzétek el nekem. Nincs bocsánat, de foghatod a szádat. Szóval... Túl azon, hogy tehát érdemes megnézni az Audioslave-ban milyen zenét csinált, ugyanez a három hangszeres, meg milyen zenét csinál a Ratmba. Hát meg azért azt is érdekes megnézni, hogy jövő évben mi lesz mondjuk Szigeten meg Bolton. Igen. Mert hogy így ugye egyre több olyan banda van, akiket így elő lehet rángatni a farzsebből. Nyilván rájuk mozdulnak majd a szervezők persze, hogyha a kémikus románcra nem is, akkor a Rage Against the Machine-re valószínűleg. Mert ők azért tényleg a 90-es évek egy ikonikus hát ilyen crossover bandája voltak. Hát azért a My Chemical Romance meg az Emo Punknak az ikonjai, igen. Tehát hogy így abba se nagyon tudsz belekötni. Igen, mondjuk az Emo szintér, ez teljes egészében kimaradt, mert akkor még vad metalikás voltam, és igazából az pont az a 3-4 év volt, amikor más nem is hallgattam jószerivel, úgyhogy nekem az a szintér kimaradt, de ki ha te mondod, biztos. Ki érti ezt? Értem. Jelentősen átalakul a Children of Bodom felállása, ami azért érdekes, mert ők idén adták ki a Hexis című lemezüket, amit nagyon jól fogadott a tábor. Ehhez képest most meglehetős... Mi ez? Semmi. Bocsánat, csak a tábor. A rajongó tábor. Igen. Lássuk, hogy igen. Reagál a rajongó tábor. Mindenki megjelenik. Ehhez képest most meglehetősen sokkolhatta őket, hogy három tag is kivált a Bodomból. Neveket ne várjatok, mert ezekkel a finn nevekkel én gonda vagyok. Jaska a dobos, őt tudom. Igen. Jaska Ratikainen. Az ő nevét ki tudom mondani. Rajta kívül a billentyűs meg a basszus gitáros szállt még ki. De azért az érdekesebb döntés nem komolyan tudom, csak előtt. Nyilván, hogy nem tudom, én arra tippelnék, hogy azért személyesebb okok vannak, mert igen. Akkor szoktak a hallgatás mögé burkolózni, amikor megy a szardobálás a másikra, de nyilván biztosat nem tudunk, tehát ez csak ilyen teória a részemről. Való történet. Így van. Bármit tudtok, nyugodtan mondjátok, és akkor legközelebb foglalkozunk vele. Én el tudom egyébként képzelni, hogy Alexi megint a Powerfenek írani és sírjukban, és ezt már a többiek nem nagyon tolerálják. Simán el tudom képzelni, hát ismerjük Lyhónak a múltját, meg a vadonságát. Igen. Csak Alexi nem fog elmenni valószínűleg elmondani. Hát, jó, de a Finnnek kemények. Igen. Igen. Na jó. Hát srácok, ennyik voltunk mára. Szerintem egészen hosszúra sikeredett ez az adás, de hát inkább legyen hír, mint ne legyen. Én azt mondom. Legyen mit mondani, mert akkor tudunk bőtni. Így van. Írjátok meg, hogy melyik koncerteknek örültök, hogy mire fogtok jönni, és mire nem. Vagyis mire mentek, mert nem biztos, hogy mi mindenre megyünk, és mire nem.
és bármi máshoz hozzászólnátok, nyugodtan ragadjatok billentyűzetet, itt alul írjátok meg, vagy Facebookon, vagy a blogon, vagy bárhol, aztán eltrécselünk. Most a címünket volna a képernyő alján olvashatjátok, aki esetleg még régi módi lenne. Majd azt is kiírom. Na. Igen. Szevasztok! Sziasztok! Temérdek dolog tölti... Nyugati tócsa. Ahova kapunk, egyet oda megyünk. Így van, így van. Koncertszervezők, hello, hello. Szóval... Hello, hello. A börtön ablakában. Hello, hello. Megint dűl. Nem. De. Dűl? Dűlerkert. Ja, egyébként van villany már mögöttünk is, tehát hogyha sötétek vagyunk, akkor tudunk oda kapcsolni. Mi sötétek vagyunk, azon nem segít a villany. Na jó, az is igaz. Nyugati tócsa. És még nem is énekeltem vele, hogy Úristen.